Jubisa Bogdanovics kedden reggel 5 és 5 óra között megölte 34 éves fiát, a saját édesanyját, majd fejbe lőtte a feleségét is. Ezt követően 11 szomszédját gyilkolta meg. A rendőrség kiérkezésekor saját magára is fegyvert emelt. 12 személy a helyszínen meghalt, egy pedig a sürgősségi osztályon. Az elkövető és a felesége is kritikus állapotban van. Az áldozatok között van egy 2 éves gyermek is. Az elkövető egy CZ-88-as típusú pisztollyal rendezett ámokfutást. Milorad Vejovic, a szerb rendőrség igazgatója elmondta, az indíték jelenleg nem ismert. Po izjavama određenih komšija u neposrednoj blizini, oni su nam rekli da se radi o jednom ozbiljnom čovjeku, dobrom komši i dobrom radniku koji je sa svojim sinom do prošle godine radio u nekoj slovenačkoj firmi, a da je od prošle godine ostao bez posla. Jubisa Bogdanovic 1991-ben a délszláv háború idején Szlavóniában volt a harctéren. Egyes információk szerint az elkövető apja és egyik rokona már korábban öngyilkos lett. A belgrádi média értesülése szerint a férfit nem kezelték pszichiátriai osztályon.